most vezetem a bajnokságot, azt ugye nem tudom, hogy mennyi ponttal, mert most jól végeztünk eddig, az ellenfelem pedig sajnos nem elég jól, szóval nem tudom, hogy állunk, de egész jól. Egy gokart szuper döntő előtt egész kényelmes helyzet ez, igaz, jobb lenne tudni, hogy mennyi is az az előny. Ha viszont így van, nincs más megoldás, a kecskeméti szuper döntőben is nyomnia kellett a gázt a senior kategóriában Rövid Attilának. Hogy a feladat ne legyen olyan egyszerű, arról az esős szeptember gondoskodott. Hát ugye nehezebb irányítani, ugye csúszósabb a pálya, nincs annyi gumi rajta. Esett is az eső tegnap egész nap, így lemosta a gumikat a pályáról. Pedig a pénteken egész jól felgumiztuk, szóval egy picit csúszósabb. Ugye nem is annyira fárasztó, de a versenyzők ugye meg tudnak vele birkózni. Kecskeméten a KMS csapatban ismerős arccal is találkoztunk. Igaz, Kovács Zsombor a nemzetközi siker után ezúttal nem versenyzőként vett részt a futamon. Az OKN világkupán egy második helyezés sikerült elérnünk PFI-on. Most, mint látszódik, más szerepben vagyok. Az én, hogy mondjam, pályafutásom egyébként tavaly már véget ért 14 év után, úgyhogy egy év után tértem vissza erre az egy versenyre, úgyhogy ez egy ilyen kis plusz, hogy így sikerült visszatérni. Aztán a verseny után, a kockázat után meg ismét szögre akasztani a sisakot, úgyhogy most egy nagy hullámos utat bejártunk. Teljesen zökkenőmentesen dolgoztunk, tényleg tök jó emlékek visszajöttek azért. Hiába nem volt olyan régen, de azért mégiscsak egy év, de gokart sporton belül, meg minden sporton belül azért az nagyon hosszú idő. Úgyhogy ennek ellenére is örültünk, hogy sikerült egy ilyen kerek hétvégét is teljesíteni. Csapatvezetőként sem kapott könnyebb feladatot Zsombor, hiszen a junior kategóriában a KMS két versenyzője, Kalapács Attila és Németh Zétény között egyetlen pont volt a különbség a zárófutam előtt, így házon belül dőlt el a bajnoki cím sorsa. Mit tud ilyenkor kívánni a csapatfőnök? Jó versenyt. Igazán. Diplomatikusan ezt tudom mondani, nyilván nincs nálunk csapatutasítás, mindenkinek elmondjuk, hogy mit kell csinálni és hogy lehet nyerni, és amelyikük jobban használja ezeket a tanácsokat, az fog nyerni. A szenioroknál sem volt könnyebb a depóban. Rövid Attilának édesapja szurkolt a döntőben. Rajta sem volt kisebb a teher, fia gokártyát ő készítette fel. Egyelőre jól alakult, mert mind a két elődöntőt és a döntőt azt megnyertük. De hát azért még bármi lehet itt a szuperdöntőben, szóval ezt nem lehet tudni sose. Technikai probléma, vagy bármi lehet. Három kategóriában avattak bajnokot Kecskeméten, a junioroknál Kalapács Attila nyerte a házon belüli csatát és a bajnoki címet. Nagyon nehéz volt, mert mindig résen kellett lenni, hogy mikor kell előzni, mikor nem. Nagyon nagy volt a feszkó is, mert ott voltak mögöttem nagyon közel, és tudtam, hogy bármikor vége lehet, úgy, mint Zétinek is. Ezért nehéz a gokát, mert mindenre kell figyelni, meg nagyon összetett sport, de akkor vagy jó, hogyha konstansan tudsz menni elől. A szenioroknál Rövid Attila végrehajtotta a feladatot és megnyerte a szuperdöntőt, viszont az igazi felszabadult mosoly váratott magára. A versenyző azt is elmagyarázta, hogy miért. Nagyon boldog vagyok legbelül, próbálom picit visszafogni magam, amíg meg nem kapom a táblát, de ugye nagyon sok éve küzdünk ezzel, hogy sikerüljön, mindig utolsó pillanatban buktuk el, de most szerencsére minden jól alakult és összejött. Ez így elég könnyen hangzik, de a szuperdöntő hatalmas csatát hozott. Legszívesebben semmilyen balhéba nem keveredtem volna, de azért sikerült egy-kettőbe így is, ami nem volt szándékos, de minden jó volt. Elől is nagyon csatáztak ketten, és folyamat utolértem őket, de viszont nem akartam beleszólni az ő csatájukba, viszont hátulról is folyamat támadtak, és azért féltem, hogy ott összeütközünk egy páran. A mini csoportban Mezei Marcell második helyen ért célba, és ezzel az eredménnyel szerezte meg a bajnoki címet. A fiatal gokártos nem csak jól vezet, a kamera előtt sem jön zavarba, és profi pilótához méltóan nyilatkozik. Ez nem a szerencsém múlott, hanem a rutinon, és igazából nagyon köszönöm a csapatomnak a sok évbeli szerelést és munkát. Az egész évben nagyon jól teljesítettünk, jó eredményeket értünk el, mindig jókor jó helyen voltak, és igazából jó volt ez az év. Ezen a verseny igazából csak nekem az volt a lényeg, hogy legalább egyszer nyerjek, utána érjek be. Most nekem nem baj, hogy második lettem, hisz így is a bajnok lettem, és kijutok Szárnóra.
A bajnokoknak a szezon nem ért véget, következik a Marcel által említett Szárnó, ahol a világbajnoki futamon a Grand Finalben mutatják meg tudásukat.